Mindenkinek jó napot kívánok. Először is azzal hadd kezdjem, hogy ugye Szabó Magdával azt szoktuk mondani, Szabó Magda után, hogy csak azok halnak meg, akik nem tettek egész életükben semmit. Hát Panni az nem ezek közül való volt, ismertük őt jól személyesen. Nekem megadatott, hogy Fidesz képviselőként és Fidesz tagként több mint 20 éve ismertem Pannit, és nagyon megtisztelő volt számomra, hogy ennek a kuratóriumnak a vezetésére fölkértek. A közösségünk egy olyan közösség, aminek most már egy emberöltőnyi időszaka van lassan, és így nem csak örömökhöz, nem csak sikerekhez kötődik ennek a közösségnek, a tagjainak az élete, hanem időnként szomorú eseményekhez is. Ilyen volt a Panni halála, és örülök annak, hogy a halála utáni gyászból, szomorúságból felocsúdva most van alkalom arra, hogy tegyünk valamit az emlékének a megőrzéséért. Ugye mindig is egy következetes, kemény elveket valló szakember volt, de egy olyan szakember, aki nagyon céltudatosan vallotta annak a hitnek, annak a meggyőződésnek az elveit, amit ő magáinak gondolt. Ez a következetesség nyilvánult meg abban, amit Gábor mondott az előbb. Igen, a média területén olyan elveknek, olyan szempontoknak az érvényesítése, amelyek talán egy picit távol tartják azt a erősen anyagias, időnként túlságosan profit szempontú világot, amelyik csak az anyagi érdeken keresztül kívánja a tartalmakat, a média felületet birtokolni. Arra gondoltunk, hogy ezeknek a szempontoknak a fontossága akkor tud kiteljesedni, hogyha egy alapítvány jön létre, amely, még egyszer hangsúlyozom, nem csak a Panni emlékét kell, hogy ápolja és megőrizze, hanem tükrözi azokat az elveket is, amelyeket ő az élete során vallott. Azt hiszem, hogy ez fontos, illik hozzá talán az a gondolat is, hogy ez ne valamilyen állami intézményi keretben történjen meg, hanem egy abszolút állami rendszertől független civil alapítványként teljesedjen ki ez a gondolat, és egy civil szervezet keretei között tegyük meg ennek az emléknek az ápolását. Ő egy olyan médiát akart teremteni, itt Gábor már utalt rá, ami védi a gyermekeket, az ifjúságot a káros tartalmaktól. Én hadd tegyem még talán azt is hozzá, hogy amelyik bizony szempontból keresztény elveknek felel meg, keresztény nemzeti kultúrának megfelelő szempontok alapján határozza meg a működését, és még azt is hozzátenném, ismertem jól az Panninak a munkáját, hogy mindig fontos volt számára a határon túli média, a határon túli világnak is a kiterjesztése, tehát ha az alapítvány ezeket a szempontokat majd össze tudja kapcsolni egymással, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk azért, hogy az ő szellemi örökségét megőrizzük. Összefoglalva tehát az a Szalai Anna Mária média alapítvány célja, hogy segítsen a gyermekek és az ifjúság tudatos média felhasználatra való nevelésében, tisztességes média megteremtésében, a sajtó és a szólás szabadság megteremtésében. Én ezért vállaltam nagy örömmel ezt a felkérést, és ezért akarok majd a alapítvány keretében dolgozni. Mi lesz ennek az alapítványnak az első tevékenysége? Hát még a nagy célokat nem jelöltünk, mert a megalapítás előtt állunk, de azt gondolom, hogy nyilván össze kell majd kötni ennek az alapítványnak a nyilvánosság felé szóló tevékenységét azokkal az eseményekkel, dátumokkal, amelyek valamilyen módon a magyar sajtószabadság, a magyar média eseményeihez kötődnek, tehát valószínűleg tartom, hogy az első komolyabb ilyen alkalom majd március 15-e a sajtószabadság alkalma lehet, amikor az alapítvány céljaiként megfogalmazott elvek szerint tudunk esetleg elismeréseket vagy támogatásokat kiosztani.